vagyok, milyen tuárom, hogy fiatok ne. Hamar a legdrágább ruhát! Húzzatok gyűrűt az ujjára és Samut a lábára! Hozzátok elő a hízlát borjút! Mert ez a fiam meghalt és föltámadt! Elveszett, de megtaláltatott! Örüljünk, vigadjunk! Zene! Fiam, hát te is itt vagy! Fiam! Mi a baj? Láss! Hány esztendeje szolgálok neked! Soha meg nem szektem parancsodat! Mégsem adtál soha egy kecskét, hogy mulathassam barátaimmal! De amikor megjött ez, a te fiad, aki vagyonodat parázna nőkre költötte, levágottam neki a hízlapjait! Fiam, te tudod, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd! De most örülni is vigadni kell, mert ez a fiam elveszett, de megtaláltatott! Föltámadt a halálból! És ennyi! Most mi voltam? Rendben van, kis mindenki nagyon ügyes volt. Még egy kicsit csiszoljuk, de amúgy rendben lesz minden. Mindenki mehet haza, viszont holnap reggel 8-kor mindenki legyen itt. Már csak egy hetünk van a fellépésig, szeretnénk, hogy ezen a héten mindenki csak erre koncentrálna. Lajos, te dolgozz még azon a sértődöttségen. És Janikám, jó lenne, hogyha érkezne már a kisztézőre. Oké. Okay. Rendben van, mehet mindenki. Viszont szállt főnök. Na ez jól ment, mi? Mondjuk. Mi már nem volt a bajod? Semmi. Nekem elmondhatod, hiszen évek óta a legjobb barátod vagyok. Tudom István, tudom, de... Tudod mit? Menjünk el ide a sarokra sörözni egyet. A feleség ilyenkor úgyis már alszik. Ilyenkor? Este 10:30 múlt. Fogadok, hogy Julis még most is csak arra vár, hogy belépek az ajtón és jól leteremtsen. Hol voltál már megint? Kinek főzöm a vacsorát, ha te sem jössz haza időben? Nem értem én ezt. Hagyd szólni, ha muszáj éjszakáznom. Meg amúgy sem szeretem azt a kocsmát. 50-es után nem ezt szoktad mondani, komám? Adjuk inkább. Feri, ide figyelj, ülj le. Figyelsz? Figyelsz? Mondd el, mi a baj. Csak az, hogy nem tetszik a darab. Különben is, kiírta ezt. Úgy nyomtad a kezembe, mintha egy kassza siker lenne ez a forgatókönyv. Pedig rossz ez a történet. De hát nincs rossz történet, csak rossz hozzáállás kell. Oké, akkor mit szólsz ehhez? Megy a sivatagban a vak, a néma, meg a kacsacsűrű emlős. Egyszer csak megszólal. Oké, talán van rossz történet, de ez nem az. És amúgy is a történet rossz, vagy csak neked nem tetszik. Csak rossz és kész. Mi az, hogy a fiú fogja a pénzt, elindul a nagyvilágba, eltölti az egészet, utána meg még hazakóvája. Az apja meg, mintha mi sem történt volna, örömmel fogadja. Hát ilyen nincs a valóságban. Szerintem neked nem sikerült azonosulni a fiúval. Vagy talán nagyon is sikerül. Az egyetlen értelmes figura az az idősebb testvér. Egyedül ő látja a problémát. Meg amúgy is. Az apa visszafogadja. És hol van az anyja? Meghal? Vagy tudod mit? Mondok inkább jobban. Miután elvette az összes pénzt, miért nem járt inkább főiskolára? Jelentkezhetett volna a színművészetire. Lehetett volna belőle rendező. Híres. Vagy legalábbis házas. Tehát ez bánt, hogy túlságosan hasonlít rád a tékozó fiú. Vagy az, hogy te nem mentél vissza. Tudod, hogy az én történetem az más. De magam sem tudom. De nekem már ez a jelenem. Én itt élek. A múlt az meg már elmúlt. Nos, Feri, ha így látod, tudod nekem, tényleg te vagy a legjobb barátom. Örülök, hogy összetalálkoztunk, de régóta láttam, hogy nem érzed jól magad a közösségben, hogy visszahúz a szíved. Én csak segíteni akarok a döntésben. Hagyjuk ezt, István! Hagyjuk. Egyszerűen csak fáradt vagyok, ennyi az egész. Még kicsit dolgozok a darab befejezésén, de rendben lesz minden. Menj nyugodtan.
akkor, ha nem jössz. Nem. Talán jobb is, ha itt már egy kicsit gondolkodni egyedül. Ide! Reggel meghozod a jó döntést. Jó étvel! Jó éjszakát! Üdvözlöm Évát is, a gyerkőcet! Rendben. Védkeztem az ég ellen és te ellen. És hogy mit akarnak? Ja. Az nem fontos, hogy kik vagyunk. Keresünk egy kis csirkefogót. És miért keresik? Az nem tartozik magára. A lényeg, hogy ez a gazember tartozik egy csomó pénzzel a főnökünknek. Ja. Eddig valahogy mindig sikerült megjavulnia, de most ide látunk berohanni. Ja. Biztosíthatom önöket, hogy a tudtamon kívül nincs itt senki. Márpedig nincs itt semmiféle aljas gazember, akiről maguk beszélnek. Igen? És a mindig a helyzet. Honnan tudja, hogy mi nem vagyunk gazember? Hát az egy jó kérdés. Na jó, figyelj minden. Nekünk nem maga kell. Csak mondja meg, hogy hová rejtette. Mondom, hogy nincs itt senki. Úgyhogy a szépésznek akár támaszhatnának is. Nekem még dolgoznom kell. Nos, ahhoz képest, hogy dolgozik, pont úgy néz ki, mint aki épp indulni készül. Csak azért van rajtam a kabát... Vagy gyanús, ha ideges, ja. Csak azért van rajtam a kabát, mert hideg van idebent is, és fáradt vagyok. Mert talán ideges is. De maguk nem lennének idegesek, ha az éjszaka közepén magukra rontanának, és... Figyeljen ide! Mi is csak a munkánkat végezzük. Ha segít nekünk, akkor gyorsan nézzük, és már itt sem vagyunk. De ha nem... Ez valamiféle fenyegetés akarja, hogy micsoda? Talán. Ez hagyomány abba! Nincs! Ezt a mutogatást hányszor mondja vele, hogy nem tudod, mikor kell használni. Jó van, na! Kérem, uraim! Szétnézted! Látták, hogy nincs itt senki, úgyhogy akár távozhattam is. Ha nem mennek el, most azt mondom, ti hívom a rendőrséget! Jól van, Mr. Hívom a rendőrséget. De ne gondolja, hogy ilyen könnyen lerázhat minket. Még visszajövő! Jó. Rendben van, előjöhet már rámentek. Köszönöm, mondja már úgy. Nos, nincs mi, de őszintén remélem, hogy tényleg nem egy olyas gazember. Vagy talán tévedek? Talán. Magam sem tudom igazán. Nos, akkor talán elmesélhetné, hogy kicsoda maga. Dorogi Ferenc. Éres Hubert. Még hogy betévedtem ebbe a... Hol is vagyunk? Tulajdonképpen ez egy lebontásra váló színház. Most, hogy megépült a város új kulturális központja, minden színdarabot ott fognak játszani.
De nekem is a kis színtársulatomnak megengedték, hogy itt maradjunk még egy ideig. Bocsánat, hogy mindennek a közepébe vágunk, de nagyon régen ettem már, nincs valami ennivalója. Hát az nincs, de lent a sarkon van egy kis csehó, ott felszolgálnak ételt. Habár azt a kosztot csak néhány korsó sor után hívnám ételne, de jobb, mint a semmi. Ó, nem, köszönöm. Inkább várjunk még egy kicsit, meg kifújom magam, meg hát kint várok még az üldözőjét. Rendben van. Akkor talán leülhetnénk és elmesélhetnénk, hogy kicsoda maga és hogy miért is üldözik. Köszönöm. Nos, nem is tudom, hol kezdjem. A legjobb lesz az elején. Köszönöm. Tudja, az egész otthon kezdődött. Mi nem itt élünk ebben a nagyvárosban. Apák gazdálkodásából jól megérjük a anyánkat. Bocsásson meg, mifelé így hívják, de tulajdonképpen egy kisebb kastély. Négyen érjük ott, a szülők, a bátyám is én. A bátyám azt jól megkérdezni, de nekem nem volt kedvem. Így hát eljöttem otthonról. Hogy maga is keressen egy lányt? Nem. Tulajdonképpen nem. Csak úgy éreztem, meg volt az a hely. Szeretem, hogyha pezseg körülöttem az élet. De tudja, nehéz érvényes, mert olyan testvér mellett, aki... Aki mindig mindenben jó. Igen, tudom. Igen. Pedig apánk egyenlőként kezelt minket. De én világot akartam látni. Bátyám ezért mindig megvetett. Tudja, apánk a jövőnkre gondolva, hitott mindkettőnek egy számlát, de én elkértem a részem. És maga miért? Meg akartam ismerni a világot a birtokunkon kívül, és ez pénz kellett. De hát az édesapja nem kérdezte meg, mire kell az a sok pénz. Édesapánk békés, megfontolt ember. Talán azt gondolta, most arra van szükségem. Akkor még én is. És most? Most már nem. Tudja, mire ment az a sok pénz? Úgy érti az összes? Elköltötte az összeset a mennyiből? Hát sokból. Szép szám. Sok nullával a végén. Tudja, mennyire kell egy hadcsillagos hotel? Hadcsillagos? Hát sokba. Plusz étterem, plusz limuzin, plusz egy kis szórakozás, plusz kaszinó. Hát, értem. De hát a kaszinók. Kaszinók? Tudja, nem tudtam megállni. És nem is akartam. Amíg rám rögtött a szerencse, mindenki a barátom lett. Úgy éreztem, fontos vagyok. De akkor fordult a kocka. Valahogy fogyott a pénzem, és fogytak az úgynevezett barátok is. De én azt hittem, még nincs vége. És ekkor követtem a legnagyobb hibát. Kölcsönt vettem fel. Illetve kölcsönöket, hogy az előzőket ki tudjam fizetni. Sok beajtó megkeresett, és ekkor küldték rám ezt a két gorillát. De hát, nem térhetett volna otthonról segítséget, ahogy lefestett a családját, biztos... Őszintén, ha maga tékozolta volna el a családja vagyonát, mert volna hazamenni, megmondani a bátyának, hogy igaza van? Nem. Nem voltam rá képes. Tessék? Akarom mondani, nem. De hogy lennék rá képes? Hát én sem. Így hát elmenekültem. Ekkor küldték rám ezt a két gorillát. Még szerencsé, bejött ebbe a színházba. Igen, csak a vakszerencsének köszönhetem. És magának, hogy megmentett. Nos, bárki ezt tette volna? Nem. Nem bárki. De maga igen. Csak átérzem a helyzetét. Én is voltam már hasonló cipőben. Ezt meg hogy érti? Nos, úgy 8 évvel ezelőtt még én sem itt is így éltem. Az én apám is félre rakott egy kis... Mi volt ez? Nem tudom, elvileg csak mi vagyunk az épületben. Visszajöttek. Megmondták, hogy visszajöttek. A behajtóink, ezek ők. Akkor legjobb lesz, hogy elmegyünk. Menjünk a bacsába, amiről az előbb beszéltünk. Gyere, Slein! Vissza a levegőt!
Ugye, Sanyi? Megmondtam, hogy rosszul hallottad. Nincs itt senki. Hát úgyis, jó kis helyez, és még a szél se fúj. De talán tényleg nem kellene sokáig itt időznünk. Gyanítom, hogy nem véletlenül volt bedeszkázva az ajtó. Mondd, hogy rossz ötlet volt. Csak nézz szét, itt nemrég még lehetnek. Ez valami színház. Tényleg! Hogy kerülhetett ez ide? Mondtam, hogy ez egy színház. Legalábbis az lehetett. Tényleg! Nézzél, Mánia! Bábuk is vannak a székekbe! Van, mint az igazian! Csá! Jó, van, csendesebben. Elismerem, hogy itt legalább tényleg meleg van. De nem időzhetünk mit sokáig, legfeljebb reggelig. Így is már éjfél után lehetünk. Jó, jó, rendben. Csendes leszek. Sanyi, hát ez egy színpad. Hát én mindig is színé szerettem volna lenni. De sosem engedték. Ó, Istenem, miért? Miért nem lehettem színész? Pedig respektom fénybe születtem. És amúgy is, sokkal jobban nézek ki, mint Antonio Banderas. Ó, Istenem, miért? Nem lehettem. Jó, elég lesz, gyere inkább ügyre te is. Jó van, de ezt még befejezem. Most, kedves rajongóim, amit látják, nem engedik kibontakozni a zsenialitásomat. De köszönöm maguknak ezt a díjat, amit nagyon megérdemlek. Köszönöm édesanyának és édesapámnak, akik felneveltek. Köszönöm a feletteseimnek, akik voltak hajlandók kirúgni. És köszönöm a képzeletbeli kutyámnak is, éhen kórásznak. Ez igazán nagyon szívhez szóló volt. Hát még jól szívhez szóltam, én játszottam. Hát tudod, Saikám, hosszú volt a hónap. Kicsit lecsicsikálni. Jaj, nem nekem valahol ez a keleti kényelem. Ez a védő. Te, Gyuri. Igen. Tényleg kirúgtad? Ja. De a lényegtelen. Hogy kerültél ide az utcára? Nem faggatlak, ha nem akarod. De tudod, együtt vagyunk már néhány hete, és nem tudok rólad semmit. Csak hogy nincs házad, nincs családod, nincs munkád. Sanyi, az igazad megvalva. Ne se voltál valami bélbeszélő. Úgy értem, nem nézlek itt annyira csövesnek. Feltalálom magad, nem is akárhogy. Szóval, gyanítom, hogy nem értéltem mindig ilyen életet? Talán. Ahogy te se. De tudod mit? Ha elmondod, hogy kerültél ide, én is elmesélem az én történetem. Tudod mit, Sanyi? Legyen! Beszélni így született 1955. december 21. Most ugrom az unalmas részeket. Nos! Gyerekkorom legjobb barátja a könyv volt. Nagyon sokat tanultam. Tanultam is, tanultam, de látom, Sanyi, nem hiszed. Ezt nézd meg! Ezt kaptam a diplomaosztomra. Nos, aztán ugye elmentem dolgozni. Számos helyen kamatoztattam a tudásomat, a talentumaimat, ugyanis mindenben kirúgtak. Előbb vagy utóbb. Nos, amikor a utolsó helyemről kirúgtak, hát én akkor sem adtam fel, mert nem volt már mit. Ezután ugye
Hamarosan repültem az albéletből, mert fizetni nem tudtam. És még az a nem létező kutyám, az éhenkorász, ma még ő is elhagyott. Szörnyű! Szörnyű sors! De én nem adtam fel, mert nem volt már mit. Hogy ezt már mondtam? Mindegy. Jártam az utakat, sok barátra tettem szert, még nem. Egyszer jól megtüföl néhány fickó. Miért? Hát a csalikát, ezt én szeretném tudni. Az úgy volt, hogy épp kijöttem egy kocsmából, ahol persze csak így beszélgetni mentem be. Ki ők? Körbált úgy 20-30, 50! 50 kigyúgágyó. Aztán megkérdezték, hogy merre van a kocsma. Mondom nekik, hogy elindulnak úgy 200 méterre abba az irányba, akkor a légvonal abba 200 méter, és találnak egyet. De én tudok, én rövidebb utat. Nos, nem tetszett nekik, aztán rájöttek mind az 50. 45-tel még el is bírtam volna, de 50 voltak, ezt úgy benyomtak, mint a rajszeget. Nos, kiállítottak az állapotra. Az út szélére, ezt ott feküdtem. És akkor értette, Sanyi, oda léptél hozzám. Felemeltél, átkaroltál, megretettél. Jaj, köszönöm neked, Sanyi. Épp csak arra jártam, csak segítettem, bárki megtette volna. Ne gondold azt, hogy bárki megtette volna. Ketten is jöttek arra. Jó, megnéztem őket, mert más dolgom nem is volt, mint nézni. Úgy összevertek, hogy más nem is tudtam csinálni, csak nézni. Bármint azzal szememmel, amelyik még épp volt. Nos, láttam, hogy az egyik valami popféle lehetett, mert ilyen hosszú, fekete ruhára volt. A másik? Tannak még nem. Nos, a lényeg az, hogy nem volt idejük foglalkozni velem. De te arra jöttél. Az Isten is oda vitte az utadat. Nekünk, Sanyikám, találkoznunk kellett. És igazából lehet furcsa, hogy meg kell válnom több nap után. De hálám jelél hoztalak el ide. Az én kis rejtek helyemre. Tehát voltál már itt ezelőtt is? Hát dehogy! Miért? Mindegy csak. Mindegy. Nos, Sanyikám, én köszönöm neked, hogy elláttad a sebeimet. Fizetted az orvost, ételt adtál. Ezt nem tette volna meg bárki. És most, hogy tudod a történetemet, kérlek, meséld el a tiédet, hogy hogy kerülsz te ide? Mi az életed célja? És izé? Nos, az én történetem nem bonyolult. Messziről jöttem, ott családom is volt, van is, és hazavárni. A feleségem is, három gyermekem. Jaj, de kis aranyos lány! Különösen a kislány! Aztán, miért hagytad ott őket? Meguntad már, szeretné őket? Nem, de hogy is. Nagyon is szeretem őket. És nem is én hagytam el őket először. Jaj, akkor tudom. A feleséged mi? A kisebbik fiam. Egy napon fogta magát és elment. Fogta a vagyon rá első részét, és elviharzott a nagyvilágban. Vagyon? Hát miféle vagyon? Igen, mezőgazdász vagyok. Sok volnyi földem van, nagy házam. Igazából mindenem megvan, a fiamat kivéve. Jaj, Sanyi, tudtam, hogy nem lehet vérbeli csíves. Első ránézésre láttam. Csak akkor nem értem, hogy úgy értem, hogy szakadt a ruhád. Nincs munkád, nincs hova lefeküdjél, és büdös vagy. Most ott hagytál minden? Igen.
Hiába vártam a fiamat, sokáig vártam. Talán túl sokáig. Hiányzott. A napok heteknek, a hetek hónapoknak, a hónapok éveknek tűntek. Mindig is ő volt az örök mozgó a családban. Mindig ő volt az, aki ment a saját feje után. És hiányzott. Én féltettem őt a gonosz világtól. Hiányzott. Nem is tudtam, merre kereshetném. Ezért elindultam, hogy hazavigyem. Mert szeretem. Mert az egész család szereti. Még a bátyja is. Aki nem értette, hogyan is adhattam neki oda azt a sok pénzt. Egyszer talán majd ő is megérti. Aztán Sanyi, tudod-e, hogy hol kereszt a fiadat? Sajnos nem. Pedig mennyi pénzt költöttem rá, hogy felkutassam. Még detektíveket is felfogadtam. De hogy itt hol lehet? Nos, egy ekkora városban ez olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. Talán az az egész most csak egy rossz történetnek hangzik. Nem, Sanyikám, nem. Nincs rossz történet. Ide figyelj, a családunk ismer egy mondást. Mi szerint? Nincs rossz történet, csak rossz hozzáállás. Asaikám, hidd el, ne aggódj, megtalálod a fiadat. Hamarabb is, mint gondolnád. Legyen igazad. Legyen igazad. Hát, nem haragszol, Sanyi. Lassan folytatnám, vagy elkezdeném a szúnyogkálásomat. Rendben, Gyuri, rám is nem fér a pihenés. Csak reggel el ne felejtsünk felkelni, mielőtt még visszajönnek. Hosszú volt ez a nap. Köszönöm a vacsorát, amit vettél nekem, legalább éhes nem vagyok. Most már tudom, mit ültelt rá. Jaj, látom. Van még néhány titkot a hasonlódva? Jól van, most már tényleg aludjunk. Jó ét. Sanyi! Alszol már! Köszönöm, hogy segítettél! Én köszönöm. Kölcsön a megoldás, meg amúgy is, gondolj már bele! Munka, barátok, te is tudod, hogy ilyen hamar nem fog összejönni. De mi van, hogyha most sikerül? Nincs ha! Az egyetlen megoldás az az, amiről eddig is beszéltünk. Nem megyek haza. De hát éppen te magad mondtad, hogy az apád milyen egy békés ember. Az egy dolog! Biztos nem is hiányzom neki! Meg ha hazamennék, biztos teljesen kiborulna, hogy tőle kérek segítséget. De honnan vagy ebben ennyire biztos? Mi van, hogyha hazamész, és a családod tárkarokkal vár? Az apád kirohon eléd, megölel, felöltöztet a régi ruháidba. Ó, ugyan már! Ilyen csak a mesében van, abban is ritke.
Honnan vagy ebben ennyire biztos? Onnan, hogy tudom én mit tennék. Márpedig az apám is ugyanolyan, mint én. De hát az emberek változnak. Van, amit még én is egészen másképp gondoltam. A fenébe is. Van, amit még tegnap este is egészen másképp gondoltam, mint most. Az egy dolog. Mi akkor is maradok. De hát miért? Miért ne? Csak egy okot mondj. Eddig minden mellettem szólt. Miért nem maradjak itt? Új életet kezdenék, mint te. Csak a tartozást kellene törlesztenem. Ha nem egy rossz tragédia lenne az életem, hanem... lenne családom, házam. Látod? Látod, ugyanazt a hibát követed el, amit én is sok-sok évvel ezen. Ezt hogy érted? Úgy, hogy én is eljöttem otthonról, oké? Fogtam a vagyon belmeső részét is. És eljöttem otthonról. Alig egy év alatt elköltöttem az összes tartalékomat, de az egyetlen esélyem az az volt, hogy kisebb munkákat vállaltam el, és ebből finanszíroztam az iskoláimat. Aztán felvételiztem a színművészetire, és ott voltam addig, amíg rendező nem lett belőlem, és meg nem házasodtam. De a legnagyobb hibám az az volt, hogy 7 éven keresztül áltattam magam, hogy hazamegyek. De nem mentem. Na hát ez az én történetem. Megpróbáltam elfelejteni az apámat, a családomat. Miért? Mert pont az bántana a legjobban, hogyha hazamennék is, és nem büntetne meg. De eddig nem hittem egy ilyen befejezésben, de tegnap, hogy megismerkedtem vele, most már mindent egészen másképp gondolok. Most már hiszek benne, hogy lehetséges egy olyan befejezés, hogy hazamegyek és szeretettel fogadnak. Mert mindent értem tette. Mert ilyen a család. A tagjai éltetik, hogyha a tagjaiért él. Hidd el, ezt én is csak most kezdem el először hinni. Ha haza akarsz menni, ha tényleg őszintén megbántad a dolgot, hogy... Persze, hogy megbántam, de ez nem ilyen egyszerű. De hát pont, hogy ilyen egyszerű. Nem, mert ahogy te ezt mind elmondtad, az mind szép és jó. De az én történetem nem ilyen szép. Az én történetem rossz. De hát nincs olyan, hogy rossz történet. Csak rossz hozzáállás. Talán. Nem talán. Hidd el, nem küldelek. Maradhatsz. De te is tudod, hogy nem mehet ez így örökké. Tudom, de ugyanígy itt is maradhatnék. És ugyanúgy élhetnék, ahogy te. Nem. Tudod, hogy nem bujkálhatsz örökké. Robi. Haza kell menned. Nem merek. Hogy nézek így az apám szemébe? Majd ő a szemedbe néz. Tudod, hogy mit kell tenned? Hát tedd meg. Ha kell, kiviszlek a vasútállomásra. Megveszem neked a jegyet. Sőt, ha nagyon akarod, még haza is kísérlek. Nem kell, nem kell. Inkább kössünk egy alkut. Hazamegyek. Beszélek apámmal. Sőt, még dolgozok is neki. Ez a legkevesebb azok után, amit beletettem. De ígérd meg! Ígérd meg, hogy te is hazamész a családodhoz! Megígérem. Köszönöm. Köszönöm. Na gyere, kiviszlek az állomásra. Veszek neki egy jegyet. De ígérd meg, hogy én leszek az első, akinek megüzenet, hogyan fogadtak ott. Rendben. Na gyere. Addig nem lesz semmi probléma. Ha mindenki jól viselkedik, akkor csak beszélgetünk. Ja, beszélgetünk. Még, most jól használta. Köszi, főnök. Menj, őrizd az ajtót. Ne engedj senkit, se kisebbet. Téged se? Csak őrizd. Igen, főnök. Elmondok egy történetet.
Azt javaslom, hogy hallgassanak végig csendben, mielőtt kritizálni kezdenének. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy fiatalember, aki elment szerencsét próbálni. Kaszinóba. Eleinte rendben is ment mindent. Nagyon sok pénzt nyert. Egyre több barátja lett, ahogyan suhogott a kártya, pattogott a rulettgolyó. Aztán történt valami. Fölállt az asztaltól, beváltotta a pénzt, amit nyert, és hazament. Nem. Kapzsi volt. Még többet akart nyerni, de már nem sikerült neki. Egyre többet kezdett veszíteni, és egy idő után azt vette észre, hogy már nem csak, hogy minden pénzét elveszítette, hanem tartozott is embereknek. Olyan embereknek, akiknek jobb nem tartozni. És mit gondolnak, mit tett ez után? Hogy nem tudott fizetni. Bocsánatot kért. Esetleg megpróbált valahogyan törleszteni, mondjuk felajánlotta, hogy ledolgozza az adósságát? Nem. Elfutott, mint egy senki. De én vissza akartam menni! Azt mondtam! Hallgass végig! De rendben van. A befejezést maguktól várom. Kérem, biztos van valami más meg? Viszont magát ki is felejtettem. Az ember, aki azt mondja a kékre, hogy piros, maga barátom vagy szívak, vagy egy aljas hazug. Azt garantálom, hogyha hamarosan nem kapok egy jó befejezést, akkor meglátjuk, hogy látja-e a piros szín. Kérem, én vissza akartam menni! Én most akartam hazaindulni! Hogy indultál. De mi lett volna a garancia arra, hogy vissza is jössz? Maga tudna bízni benne? Ezt, hogy tudna. Hiszen maga bújtatta. Én nem azért bújtattam, hogy... Semmi tudják mi? Ebből elegem van! Amikor... tegnap idejöttem. Idejöttünk. Akkor még azért jöttünk, hogy elvegyük a pénzt, kiegyenlítsük a számlát. De ma, amikor megláttam a vigyorgó képedet, már tudtam, hogy valami megváltozott. Valami olyan, amit már nem tudok visszafogni. Amikor néztem az önelégült képedet, már tudtam, hogy nem kiegyenlíteni akarom a tartozásodat, hanem kitörölni a rendszer. Azt meg mire? Állj fel! Kérem, könyörgöm! Azt mondtam, állj fel! Kérem! Ötig fogok számolni. Ha addig nem kapok egy jó megoldást, olyat fogok tenni, amit utólag talán én is megvánok. Kérem, most indultam haza! Az apám minden nem, szeret összette! Nem az apám! Te tetted vállal! Egy. Kérem, könyörgöm! Biztos meg lehetne oldani valamit! Kettő. Kérem, uram, gondolkozom már hozzám! Biztos nem ez a megoldás! Kérem! Valahogy csak ne ösködjön! Ha őtőle nem kapok egy jó megoldást, akkor magának kell válaszolnia. De mit mondtad te? Mit mondtad te? Kérem, most indultam haza! Nem mész sehová! Nem újkálhatsz állandóan mások háta mögé! Most nincs itt a biztos!
hogy kifizesse a számlát. Tudsz fizetni, vagy nem? Kérem, könyörgöm! Neked pedig megmondtam, hogy maradj ilyen. Biztos maga. Bárki meghallhatja az utcán! Kérem, mondok! Ez nem várjátok egy színház! Innen bármikor kiszűrőtetnek furcsa zajok! Nézd! Kérem, hogy így tesz szerelmét! Megmondtam, hogy maradj ilyenből! Őrizd az ajtót! Négynél járunk, hallod? Négy! És azután tudod, mi jön az öt? És az öt után, az nem fog tetszeni! Tudsz fizetni, vagy nem? Kérem, könyörgöm! Az Isten szerelmét! Biztos a fiam! Kérem, ne tegye ezt! Van megoldás! Fiam, ki a fánlóba és mi folyik itt? Az apja vagyok, és épp az ő életéért könyörgök. Kérem, engedj, hogy jóvá tegyem. Idióta! Én nem akartam. Én csak ültem. Te csak maradj csendben, amíg én elrendezem ezt az ügyet. Főnök. Azt mondja, ki tudja fizetni? Mikor és hol? De figyelmeztetem! Magának alig ha van annyi pénze! Itt és most. Mennyit írjak rá? Maga? Ennyi elég lesz? Most már hagyjanak minket békén. Megegyeztünk. Gyere! Tűnjünk innen! Köszönöm! Köszönöm! Megvettet az életem! Fogja, vegyen magának ennivalót, ruhát. Vagy inkább menjen haza az apjához, ahogy azt eredetileg is tervezte. Higgy el, várni fogja otthon. Mert a apának nincs sem fontosabb, mint a gyermekei. Mindent megbocsátani, mindent eltűrni. A családért. Köszönöm még egyszer, köszönöm. Isten, köszönöm neked is. Megvetett az életemet. Köszönöm. Köszönök mindent. Megyek haza. Megyek haza. Apám. Fiam. Nem is tudom, mit mondhatnék. Meg tudsz nekem bocsátani? Nem kell mondanod semmit, mindent hallottam. Tehát, ott hagytalak, téged, ott hagytam az egész családot. Egy senki vagyok. Meg tudsz nekem bocsátani? Fiam, soha nem haragudtam. Én védkeztem az ég ellen és te ellen. Már nem vagyok méltó, hogy fiamnak nevetsz. Ki lenne rá méltó, ha nem te, fiam? Meg tudsz nekem bocsátani? Soha nem haragudtam rá. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél érte. Hogy ne tennék meg érted akármit, a fiam vagy? Szeretlek, apu. Szeretlek, fiam. Menjünk haza, jó? Menjünk. Hazavisznek. Bár, nem mehetek csak így el. Hagyok egy üzenetet, hogy többé már nem jövök vissza. Mondtam már, hogy megházasodtam. Istenem, annyi minden van még, amit el kell mesélnem. Nekem is, fiam. De most már lesz rá időnk. Menjünk itt leszünk. Örökre. Eli! Eli, hol vagy? István, sajnálom, hogy itt hagytalak mindennek a közepén. Hazamentem. Egyszer talán majd elmesélem. Örökké barátod, Feri. Mondtam, hogy meghozod a jó döntést. Viszlát, barátom. Gyuri! Gyuri, itt vagy? Gyuri, hol vagy? Gyuri! Gyuri! Akkor sikerült? Igen. Sikerült. Köszönöm. Köszönöm testvérem, hogy segítettél. Hát hogy ne segítettem volna, tesókám? Nehéz volt. Hát tudod, nagyon sok minden bíztál a véletlenre, de végül
Mégis sem sikerül. Nem. Nem a véletlenre bíztam, hanem valaki... valaki sokkal nagyobbra. Ó, István, annyi mindent kell elmesélnem. Olyan sok mindent történt, képzeld, jöttek gengszterek. Meg akarták ölni, be akarták hatni. Ilyen tesó, szívesen meghallgatnám, más sem csinálnék szívesen, csak mindjárt jönnek a színészek. Mindjárt itt lesznek, és Éva amúgy is vár már egy jó kiadós reggelivel. Majd mindent elmesélsz később egy nyugodtabb helyen. Rendben. Hidd el, lesz még. Nem rossz kis történet. Képzelem, majd találkozunk otthon. Rendben, akkor otthon. Jó reggelt, István! Rendező hol van? Dolgozik. Dolgozik? Mégis mi? A befejezésen. Most én vezetem a próbát. Mindenki álljon a helyére, remélem senkinek később, nincs sok időnk már az előadásig. Talán a rendező úr később csatlakozik. És mégis honnan kezdjük? Az elejétől? Hát honnan kezdjük? A legvégétől? Ja. Várjuk csak, ez nem is rossz ötlet, nem is butaság. Mindenki álljon fel a meghajláshoz. Főtisztelendő püspök atya, tisztelendő atyák, tisztelendő asszonyok, tisztelendő urak. Hölgyeim és uraim, minden kedves jelenlévő, köszönjük szépen, hogy itt voltak ma este velünk. Reméljük, jól érezték magukat. Köszönjük figyelmüket, jó éjszakát kívánunk!